Köszöntöm Önöket! Az olvasás több, mint tanulás. A gyerekek számára, ha kimarad, az olyan, mintha nem tanulnának meg járni vagy számolni. De hogy állnak az olvasással a mai gyerekek? Lássuk! Otthon egyedül mesét olvasni? Igen. És honnan szoktad kivenni a könyvet? Otthon a szülők megveszik neked, vagy a könyvtárból veszed ki? Könyvtárból. Anyukád, vagy apukád szokott neked otthon mesét olvasni? Nem nagyon. Egyáltalán? És te? Nem szoktál nekik mesét olvasni? Magamnak. Milyen típusú meséket, illetve szoktál-e meséket olvasni? Igen, szoktam olvasni. És milyen meséket olvasol? Hófehérke és a hét törpe. Az a kedvenced? Nem. Akkor melyik a kedvenc meséd? Az Angry Birds-os mesék. Az van könyvben is? Igen. És ezt honnan szoktad kivenni, könyvtárból, vagy anyáik megveszik neked? Nekem van sajátom. Ezek szerint te szoktál ajándékkönyvet kérni? Igen. Hány könyved van otthon? Sok? Igen. Ezek milyen típusúak? Inkább mesés könyvek, vagy az összes könyved Angry Birds-ös? Inkább mesés könyvek. És milyen könyveket szoktál olvasni? Szoktam magyar népmeséket olvasni. Vannak otthon mesekönyveid? És azokat ajándékba kaptad valakitől, vagy te kérted? Ajándékba is kaptam, meg kértem is párat. Szoktatok otthon mesét olvasni? És ki szokott neked mesét olvasni? Van olyan, amikor egyedül, meg van olyan, amikor anya olvassa a Bibliát. Melyik történetet szereted például a Bibliából? Dávid és Góliát. És az miért tetszik neked ez a történet? Mit csinál Dávid Góliáttal, Góliát legyőzte Góliárdot, mert Góliárd mindig dicsegette, meg mindig valakit elvitt a néptől. És mi történik vele? Mit csinál? Hogyan győzi? Egy karicsával, meg egy kővel. Ellátogattatok ide a városi könyvtárba. Ezt milyen gyakran szoktátok megtenni? Eddig még nem volt lehetőségünk sajnos eljönni a városi könyvtárba, úgyhogy jelenleg most először vagyunk itt, de az iskolai könyvtárat aktívan látogatják a gyerekek. Csak kötelező olvasmányokat vesznek a gyerekek, vagy szoktak valamilyen mesekönyveket a saját elképzeléseik szerint is kivenni? Inkább a saját ízlésüknek megfelelően választják ki a gyerekek a könyveket, nagyon szeretik a meséket, a színes képeket. Inkább mindegyik a saját ízlésének megfelelően választja ki, amelyik neki megtetszik a polcról, gyorsan lekapja, és már is szaladt Kati nénihez, hogy ki szeretném kölcsönözni ezt a könyvet. Első négy osztályban milyen kötelező olvasmányok szoktak lenni? Első négy osztályban még nem nagyon vannak kötelező olvasmányok, de én általában úgy szoktam, hogy a kötelező szót inkább elhagyom, és felhívom a figyelmet arra, hogy miért érdemes ezt a könyvet, vagy ezt az olvasmányt elolvasni. Hogyha van egy érdekes illusztráció a kép a meséhez, vagy az olvasmányhoz, akkor először azt beszéljük meg. És akkor egy-két gyerek, mikor elmondja a véleményét, felhívom rá a figyelmet, hogy na hát, és vajon melyik feltevés igaz, de ahhoz, hogy ezt megtudjuk, el kell olvasnunk az olvasmányt. Aztán pedig versenyeznek, hogy vajon kinek lehetett igaza, hogy miről is szól az az adott mese, olvasmány. Nekünk még régen, én emlékszem arra, hogy számolták az iskolában időre, hogy hány szót tudunk elolvasni. Ez létezik még mostanság? Igen, persze létezik. Sőt, nagyon jó, hogyha versenyhelyzetet alakítunk ki a gyerekeknél. Szoktam én is alkalmazni ezt a percre olvasást, és ilyenkor versenyeznek a gyerekek, hogy ki olvasott el többet, de viszont a verseny végén érdemes mindegyik gyereket kiemelni, hogy ne vegyük el a kedvüket az olvasástól.
az alsósoknál például mit tapasztalsz abból a szempontból, hogy inkább e-book, könyv, számítógép vagy telefon, mi az, amit legtöbbször alkalmaznak? Nagyon jó, hogy már manapság van internet meg e-book, de igyekezni kell, hogy a kettő megférjen egymás mellett. Mert a könyv az sokkal értékesebb, mint egy e-book, mert azt, ahogy megfogjuk, azt úgy érzi át a gyerek, a tapintása, a könyv illata alapján. Lehet alkalmazni a meséket, hogy megnézzük a mesét, de először olvassuk el, és majd utána hasonlítsuk össze esetleg, hogy milyen változások, vagy mi volt közte a különbség a mese és maga a szöveg a könyv között. Rögtön az első kérdésem az, szeretsz olvasni? Természetesen. Milyen típusú könyveket szoktál olvasni? A házi olvasmányokat szoktam olvasni, és még emellett, hogyha marad időm, akkor külön más könyveket is, amik érdekelnek. Mennyire szereted a házi olvasmányokat például? A verselemzés szokott az egyik kedvenc tevékenységem lenni, de emellett regényeket is olvasok, és természetesen onnan is vannak kedvenceim. A regények közül mik azok a régebbi típusú könyvet, illetve a régebben írt könyvek, vagy a modern könyvek, amik most igazából nektek, tiniknek szólnak? Inkább a modern könyveket szeretem. Emellett kedvenc íróim közé tartozik Babits Mihály és Ady Endre. Mennyire szoktál könyvtárba járni? Havonta szoktam könyvtárba járni, mivel ugye innen veszük ki a házi olvasmányokat. Mi a házi olvasmány közül az, amit a legjobban szerettél? Amit a legjobban szerettem, az Babits Mihálynak a Gólyakalifa című könyve. Volt olyan, hogy valamit nem értettél meg, mert régebbi nyelvezetben volt írva, és át kellett beszélni a tanárnővel, vagy otthon a szülőkkel? Igen, elég gyakran fordult elő ilyen, de nem okozott problémát, mert nagyszüleim sok ilyen szót ismertek. Inkább könyvet szeretsz olvasni, vagy megnézni például a házi olvasmány tévében? Ugye van a könyveknek a filmesített változata, és szerintem legtöbbször ez elég rosszul szokott sikerülni, mert nagyon sok fontos dolgot hagynak ki a filmekből, mivel ugye nem férne bele az időkeretbe. Plusz a könyvolvasásban az a jó, hogy teljesen magunknak tervezzük be a világot, amit elképzeltünk, és ezt egyik film sem tudja átadni. Ha jól tudom, te 5. osztályig hova jártál iskolába? Ukrán iskolába jártam, Beregszázba, 5-ös iskolába. Itt tanultál meg teljesen magyarul ebben az iskolában? Igen, itt először, mikor átjöttem 6. osztályba, semmit nem tudtam, most már. Hát egy kicsit jobban megy a nyelv. Mi volt a kötelező olvasmányokkal? Azokat például hogyan olvastad el? Hát amikor feladta valamit tanárnő, ami ukránul is megvan, mindig olvastam, vagy ukránul, vagy oroszul. Angolul is olvastam. Magyarul próbáltam, hát felelni. Feleltem is különböző nyelveken, a tanárok azt megértsek. Hogyha a kötelező olvasmányos füzetedet nézzük, akkor azt látom, hogy az elején ukránul vannak benne a kötelező olvasmányok, és utána szép lassan átváltasz magyarra. Mennyi idő kellett, hogy egy kötelező olvasmányt te magyarul le tudj írni, például egy tartalmat? Sokáig olvastam magyarul, amit nem tudtam, azt átfordítottam mindig, de most már sokkal könnyebb megy, majdnem minden szót értem magyar könyvbe. Hanyadikos voltál, amikor már nem volt probléma leírni a tartalmát? 8. És most eljutottál-e addig, hogy teljesen magyarul olvasol mindent, vagy még mindig vannak nehézségeid? Hát még mindig vannak nehézségek, például régi könyvekben, ott régi szavak vannak, amit nem tudok olyan könnyen átfordítani. Tudnak neked otthon a szülők segíteni abban például, hogy valamit jobban megérts magyarul, vagy ők? Hát sehogy, ők nem értenek egyáltalán. Én tanítok nekik magyarul. Tényleg? Igen. Ki döntötte azt, hogy át gyere magyar iskolába, a szülők, vagy te szerettél volna? Hát szülők adtak ötletet, de én is akartam.
És hogy érzed itt magad ebbe a környezetbe? Hát jó. Először nehéz volt, most már, mint otthon. Hát ha jól tudom, te be is öltöztél a kedvenceddek. Mi a te kedvenced? Erik Kesznertől a két Lotti. Hűha, és miért pont a két Lotti? Sok kaland van benne, meg a két lány összehozzák a családot a végén. Nagyon sok tévés átdolgozása van ennek a regénynek. Te előbb a tévés változatot láttad, vagy a könyvet olvastad? Először a könyvet olvastam, majd összehasonlítottam a tévés változattal, de aztán rájöttem, hogy inkább érdemes a könyvet elolvasni. Csalódtál a filmben? Nagyon. Mi volt az, ami teljesen más volt? Másként képzeltem a figurákat is, meg a nevek nem voltak benne olyan sok, a kalandok sem, meg nem repített el térben és időben. Milyen típusú könyveket szeretsz még? Az ifjúsági regényeket, és azokat a könyveket, amelyeket írók írnak, nem ilyen ismeretlen személyek. Mi az, ami még a két Lotti mellett nagyon-nagyon menő most számodra? A kincskereső kisközmön. Mi leszel, ha nagy leszel? Talán író. Már nagymamámnak is írtam egy verset, még mindig megvan a pénztárcájában. Milyen műveket írnál? Verseket, kisebb meséket. Ha majd lesz egy kicsit több időm, majd írok regényeket is. Milyen típusú könyveket olvasol? Például ilyen régiesebb könyveket, amik fiúknak való. Az mit jelent? Mondj nekem például egyet. Mi az, amit fiúknak ajánlanál? Például a Tom Sawyer. Volt olyan könyv, amit többször olvastál el? A Pál utcai fiúk. Hányszor olvastad el a Pál utcai fiúkat? Kétszer, háromszor. Szerinted miért jó olvasni? Mert ugye az elrepít térben és időben az unalmat elkergeti, javítja a szókincset, és nem rosszabbítja a szemünket, mint a tévé meg a telefon. Mennyit szoktál olvasni egy nap? Naponta 3-4 óra. 3-4 órát? Kitesz az olvasásod? Mikor szoktál tanulni? Először is, amikor hazajövök, akkor tanulok, de ha van idő, akkor amennyi idő maradt még lefekvésig, addig olvasok. A kötelező olvasmányokat könyvtárban szoktad kivenni, vagy kéred a szüleidet, hogy esetleg szerezzék meg neked a könyvet? Könyvtárban szoktuk kivenni, amíg meg nincs meg, azt megkeressük az interneten. Szerinted miért jobb, ha könyvet tartunk a kezünkben, vagy egy telefont például? Jó könyvet tartani, mert ugye amikor olvasunk, az olyan az agyunkban, mintha mi is benne lennénk a mesében, úgyhogy bele tudjuk magunkat képzelni. Te minek szoktad inkább képzelni magadat? Inkább a jónak, meg a vezérnek. Például a Tom Sawyerbe ki voltál? Tom Sawyerbe? Hát Tom Sawyer. Volt olyan, hogy valamelyik barátodat képzelted be, mert a leírás teljesen róla szólt valamilyen alaknak? Igen. Osztálytársakat? Azokat, az osztálytársokat, meg barátokat a faluban. Csodás. Szülők szerepeltek már számodra könyvben? Igen, beleképzeltem a pár könyvbe, például a láthatatlan emberbe. Mert akkor ő volt a hős, ő mindenkit megmentett, mindig jót tett, erős volt, bátor, és megtanulta könnyedén a nyelvet. Szoktál valamilyen tanulságot levonni egy-egy könyvből? Igen. Szoktam sokat, hogy milyen, hogy kell jónak lenni, hogyha jól cselekedsz másokkal, akkor ők is jól cselekednek veled. Csak a kötelezők, vagy van olyan, amit egyedül is szeretsz olvasni, illetve külön? Hát mikor van időm, és általában engedi az időm, akkor kötelezőn kívül is sokat szoktam olvasni. Engem különösen érdekelnek az ilyen önfejlesztés, motivációs könyvek, és én azokat nagyon szeretem. Ezeket könyvtárban szoktad kivenni, vagy a szülőket megkéred, hogy valamilyen ünnepre megvegyék neked? A szülőket szoktam megkérni, mert szeretem, ha megvannak nekem ezek a könyvek, és például az ilyen nagyon fontos könyveket, mint az Egri csillagok, vagy a Kőszívűember fiai, azok nálam vannak otthon, mert úgy sokkal jobb. Mekkora könyvtárad van otthon? Hát elég nagy. Én tényleg szeretem a könyveket, és szeretem, ha minden megvan, ami fontos, hogy ezt tovább tudjam adni utána. Szoktál olyat, hogy előbb film,
és utána könyv, vagy mindig előbb a könyv, és utána mész a filmre? Hát, ha olyan van, hogy előbb a filmet nézem meg, utána a könyvet már nem akarom elolvasni, mert ez teljesen más. Úgyhogy én úgy szeretem, hogy először elolvasom a könyvet, és ha utána elkezdem a filmet nézni, mert volt olyan, hogy nem is bírtam végignézni, mert annyira máshogy képzeltem el a karaktereket, máshogy képzeltem el a történéseket. Ugye, amikor elolvassuk a könyvet, akkor egy saját világot teremtünk magunknak, és sokkal jobb. Szerinted miért jó az, hogyha egy kötelező olvasmányt leírsz aprólékosan, hogy miről is szól? Azért, mert sokkal jobban meg tudom jegyezni, hogy mik történnek benne, és például van olyan házi olvasmány, amit végig és visszanézem, például amit ötödikben olvastam, átnézem a jegyzetet, és rögtön beugrik minden, hogy mi hogy történt. Hogyan szoktál jegyzetelni, fejezetenként? Vagy elolvasod a könyvet, és utána összegzel a végén? Hát így is, úgy is, de sokkal könnyebb, ha fejezetenként jegyzetelünk. Hogyha üzenhetnél azoknak, akik nem szeretnek olvasni, mit üzennél nekik? Hát, hogy ahogy az idejük engedi, legalább havonta egyszer olvassanak el könyvet, mert én úgy érzem, hogy ahányszor elolvasok egy könyvet, sokkal többnek érzem magam. Mindig ad egy kicsit tapasztalatot, szerezhetünk belőle és tanulhatunk. Szóval szerintem ez nagyon fontos. Mitől fosztja meg magát az, aki nem olvas? Hát rengeteg élménytől szerintem, meg rengeteg tapasztalattól. Mert sok mindent leírnak a könyvek, amiket talán még nem is tapasztaltunk meg. Kitől örökölted az olvasást? A szülőkön láttad, hogy ők olvasnak, vagy ez ilyen saját igény volt? Nekem a nagymamám imád olvasni, és ő minden egyes nap olvasni szokott, és szerintem tőle, meg hát az iskolában. Hát itt rögtön a kezedben van egy füzet. Milyen füzet is ez? Ez az 5. osztályos házi olvasmányos füzetem. Ebben jegyzeteltem le a kötelező olvasmányokat, amiket a tanár feladott. Szeretsz olvasni? Igen, nagyon szeretek új dolgokat tanulni, és ezeket a könyvekbe tanulom meg. Milyen típusú könyveket szeretsz? Szeretem ugye a kalandregényeket, a történelmi regényeket. Például mondj nekem címet, szerzőt, vagy elég egy cím is. Például Jókai Mortól a Magyar Nábob. Hát ugye ez egy kicsit szomorú regény, de nekem nagyon tetszett. Ilyenkor beleszoktad valakinek képzelni magadat? Hát én inkább ilyen mellékszereplőknek képzelem oda magamat, hogy ugye, hát én igazából csak nézem, hogy mit csinálnak. Látjuk itt, hogy a füzetedbe végig le is van rajzolva minden a jegyzeteknél. Ezt minden egyes kötelező olvasmánynál használtad és alkalmaztad? Igen, hát ugye rajzolni alsóba kezdtem el, mert ugye alsóba is voltak házi olvasmányok. Hát úgy gondoltam, hogy nagyon üres volt a lap, és még hogy kéne valami oda. És így jött az ötlet, hogy rajzoljak. Honnan van az olvasás szeretete? Még alsóban kezdtünk el ugye olvasni. Az első ilyen kedvenc regény, amit olvastam, az Fekete Istvántól a Bogáncs volt. Ugye egy ilyen kutyáról szólt. Nagyon szeretem az állatokat, és ez a regény nagyon tetszett nekem. Mit szeretsz inkább? E-bookot? Vagy könyvet? Vagy számítógépet? Na hát inkább könyvet szeretek olvasni, de ugye nem mindegyik van meg nekünk otthon, ezért szoktam e-bookon is olvasni. Ha nincs meg egy könyv, akkor mi az, ami legelőször eszedbe jut? Könyvtár, iskolai könyvtár, városi könyvtár, vagy a szülőktől kérni ajándékba ezt a könyvet? Hát inkább az iskolai könyvtárra gondolok először. Hát volt már, hogy ugye elmentünk a boltba megvenni egy könyvet, például a repülőosztályt. Szereted a repülőosztályt? Igen, a mi osztályunkra emlékeztet, ugye ők is ilyen csibészek, szeretnek rosszalkodni, de nem mindig természetesen. És a repülőosztályban ott mindenkinek megvolt a maga szerepe, amikor olvastad? Igen, oda képzettem néhány fiút. Na, ott például te ki voltál? Hú, hát nem nagyon emlékszem a szereplőkre, de én is ott voltam valahon a fiúk mellett, ugye mikor például hógolyóztak, akkor szívesen oda képzeltem magamat. Szereted a könyvet, amikor tartod? Nem szoktál, hát most nagyon furcsán fog hangzani, nem szoktál illatot vagy valamilyen szagot, ami egy régebbi könyv érezni? De vannak ugye otthon nálunk ilyen régebbi könyvek, és nagyon szeretem annak a régi papírnak az illatát, és inkább olvasok könyvből, mint számítógépen mondjuk. 9. osztályos vagy. Azt hiszem, hogy mögötted már nagyon-nagyon sok házi olvasmány van, amit át kellett venni. Volt-e közülük kedvenced? Az egyik kedvenc most volt nem régen, Móri Zsigmondtól a Légy jó, mint haláli. Azon kívül, hogy kötelező olvasmányokat
kell olvasnod. Azon kívül milyen típusú könyveket szeretsz? Inkább az ifjúsági regényeket és a komédiákat, azokból is azt olvasom külön is. Mi az, amit úgy legutoljára olvastál most? Legutoljára a Móri Zsigmondtól a Pillangót. És a kötelező olvasmányon kívül? A Leine Laurától, a Szent Johanna Gimit. Szerinted hogyan lehet megszerettetni valakivel az olvasást? Szerintem minden hozzáállás kérdése, de nagyon fontosnak találjuk azt, hogy másokat is ráébresztünk arra, hogy az olvasás egy hasznos és egy jó dolog. Ezért az alsó osztályokba is szoktunk járni a kicsikhez, például a másodikosokhoz, könyvbemutatót tartani nekik. Ez abból áll, hogy ilyen 4-5 fős csoportokban 1-2-3 könyvet bemutatunk. Próbáljuk kivenni a tartalmából a legérdekesebb részt, ezt elmesélni nekik, és aztán pedig kérdéseket feltenni hozzá, hogy lássuk, hogy figyelnek, és hogy vissza tudják mondani. Honnan jött az ötlet, hogy könyvtáros legyen? Mindenképpen gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, és mivel nem sikerült a felvételém az egyetemre, és anyukám is könyvtáros volt, és ő adta az ötletet, hogy nem próbálnád meg, olyan szép szakma. És felvételiztem a könyvtárszakra, és 36 éve itt dolgozok az iskolában, mint könyvtáros. A könyvtáros az mennyire szeret olvasni például? Hát imád. A könyvtáros imád olvasni. Én gyerekkoromban, ahogy itt a gyerekek elmondták, szinte minden faló voltam. És még nem olvastam ki egy könyvet, biztos, hogy semmi mással nem foglalkoztam. Mennyire járnak a gyerekek könyvtárba? Nagyon örülök neki, hogy járnak. És örömmel mondhatom, hogy igazán járnak, különösen az alsósok, ilyen 5-6 is még, aztán van ott egy kis 8-os kor osztály, akik nem igazán, de a 11-esek között is vannak olyan olvasóim, akiknek már nem tudok mit ajánlani. Szinte mindent elolvastak. Mindegy, hogy kötelező vagy házi olvasmány, vagy csak egyszerűen szórakozásból. Milyen típusú könyveket szoktak például a kicsik választani? Hát a kicsik imádják az állatokról szóló könyveket, állatokról. Be is szereztünk már jó párat belőle, mert hogyha magyarországi vendégeink megkérdezik, mit szeretnénk, akkor én mindig azt kérem, hogy kicsiknek állatokról szóló könyveket. Aztán nagyon szeretik természetesen a meséket, herceg kisasszonyokról, hát meg a fiúk, aztán az autók, verták, dinoszauruszok. Ez, ami megy alsósoknak. Honnan jönnek a könyvek, amik itt vannak? Nagyon-nagyon sokféle, és látom, hogy azért vannak új könyvek is. Rengeteg könyvet kapunk Magyarországról. Rengeteget. Például most is a múlt héten MS egy tánccsoporttal részt vett Magyarországon egy Mikulás ünnepségen, és ajándékban minden gyerektől meséskönyvet kaptunk. És például mennyire találhatóak meg a modernebb könyvek, amiket a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek? Például a Harry Potter, például Harry a Szent Johanna. Harry Potterből van 5. kötetig, olvassák, igen, szeretik. Van olyan 10. olvasom, aki az 5 kötetet egy hét alatt elolvasta. Nem hittem el, elvitte egyik nap, és 2 nap múlva hozta cserélni a következőre. És ilyenkor tényleg hány könyvet lehet kivenni egyszerre az iskolából? Én, aki gyakran jár, 2-3-at is szívesen odaadok, így a kisebbeknek 1-et, mert elfelejtik, és akkor úgyis hozzák, hogyha elolvassák, akkor hozzák és cserélnek. Látszik a gyerekeken, mennyire ügyelnek mostanság a könyvekre? Úgy írom be őket a könyvtárba, hogy először is a Huszti Andrea tanárnő és tanítványai segítségével először is tartunk nekik egy mesedélelőttöt. És ott elmondom, hogy vigyázzunk a könyvekre, megőrizzük, nem firkáljuk, nem adjuk kis tesóknak, és nem igazán hozzák vissza rongyosan a könyvek. Hát aki szeret olvasni, meg becsüli a könyvet. Természetesen van olyan gyerek is, aki nem szeret olvasni. Ő visszahozza és mondja, hogy köszönöm szépen, Katina, én nem szeretnék több könyvet kivenni most. Milyen típusú könyveket tetszik szeretni? Én mindenevő vagyok, mindent elolvasok. Meséskönyvektől kezdve. Most meséskönyveket olvasok inkább, mivel az unokám 5 éves, és képbe kell lennem a dolgokkal.
Mert ha esetleg nem tudok válaszolni neki, akkor az ciki. A tévé, a számítógépes játékok készen szolgáltatják számunkra az információt, még gondolkodnunk sem kell. Az olvasással elrepülhetünk bárhová. Lehetünk varázslók, királyok, királynők, szolgálók, határa csillagoség. Akik nem olvasnak, sosem tapasztalhatják meg mindezt. Köszönjük a mai megtisztelő figyelmüket. Olvasásra fel! A viszontlátásra!